Most pedig fogadjátok sok szeretettel a mai tüntetés összehívóját, az Együtt PM Szövetség vezetőjét, Bajnai Gordont. Honfitársaim, kedves barátaim! Tudjátok, manapság, hogy közelednek a választások, sokat beszélünk arról, hogy mi is lehetne majd ezzel a velünk történt, általunk elszenvedett 4 évnek az emlékműve. Az Orbán rezsimnek mi legyen az emlékműve. Vannak, akik azt javasolják, hogy legyen az új felcsúti futballstadion. Nekik azt szoktam mondani, hogy nem jó, mert nehéz lesz azt berakni a szoborparkba, nem fér be. Aztán van, aki azt mondja, hogy az nem jó, valami könnyebben mozdítható dolgot keressünk, mondjuk mi volna, egy A8-as Audi lenne lézerblokkolóval, és rá lenne írva, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. Hát ezt legalább könnyen lehet mozgatni, hogy változik a történelem. Van, aki azt mondja, hogy legyen az emlékmű mondjuk egy dohánybolt, egy trafik. Ez a 4 év úgyse szól másról, mint hogy a haveroknak osztogatják a dohányt. De azt hiszem, itt 2 hónappal a választások előtt most már mindannyian egyetértünk abban, hogy ennek a kormányzatnak az emlékműve egy atomerőmű. Egy atomerőmű, amely szimbólummá vált, mindent szimbolizál, ami miatt ennek a hatalomnak mennie kell Magyarország élejéről. Szimbóluma lett a rossz politikának, annak az önző, jövőfelélő, úrhatnám, kivagyiskodó, az állampolgárokat alattvalóként kezelő politikának, amely úgy vesz meg egy atomerőművet, mint mások egy mobiltelefont részletre, és aláír egy hűségnyilatkozatot, egy 60 éves hűségnyilatkozatot. És persze az ár, a bekerülési ár 3000 milliárd forintos hitel. Pont annyi pénz, kedves barátaim, mint a ti államosított magánnyugdíjatok, amit azért államosítottak, 3000 milliárd forintot, mert harcolnak, mi már a 4. éve háborút folytatnak az államadósság ellen. Nos, az államadósság elleni háború hadvezére, vezénylő tábornoka most Moszkváig utazott, hogy aláírja a kapitulációt. Csak tudjátok, barátaim, nekünk, magyaroknak évszázados tapasztalatunk van arról, hogy nagyon nem mindegy, hogyha kölcsönt veszünk föl, akkor kinek tartozunk. Mert ha rossz helyről veszük föl, akkor az azt is eldönti, hogy hová tartozunk. És most Magyarország miniszterelnöke az őt megválasztó polgárok háta mögött, a feje fölött akarja eldönteni, hogy a következő 100 évben hová tartozzunk. Na ezt nem akarjuk elfogadni. Ezt nem akarjuk elfogadni. Ezt nem értik ma már azok sem, akik szép számmal rászavaztak 4 évvel ezelőtt. Ezt a szélkakas forgási sebességet már ők sem tudják követni. Tudjátok, barátaim, mi magyarok 25 évvel ezelőtt ráléptünk egy útra. Közös, szabad akaratunkkal ráléptünk egy útra, egy európai útra, amelyen azóta is haladunk. Sokszor bukdácsolva, verejtékezve, időnként megállva vagy visszacsúszva a lejtőn, hiszen felfelé kapaszkodásról van szó, de kitartóan, nagyon sok áldozattal megyünk előre ezen az európai úton. Elindultunk 25 éve nyugatra közös döntésünk alapján. És most oda akarunk érni demokráciába, magántulajdonba, polgárosodásba, oda akarunk érni a jogállamba, oda akarunk érni Európába, vissza Európába, hová elődeink évszázadok óta egy évezrede mindig is vágytak, és nagyon sokan az életüket adták érte. És most, 25 évvel ezután, a közös, szabad döntés után, amelyben mondjuk ki,
Orbán Viktor személyesen másokkal együtt fontos szerepet játszott 25 évvel ezelőtt, hogy elindulhattunk ezen az úton. Most 25 évvel később egyedüli, döntő személyes felelősséget visel azért, hogy Magyarországot erről az útról le akarja téríteni. De barátaim, vessünk véget az orbánizmus 4 évének, vessünk véget Orbán Viktor 25 éves pályaívének, a felemelkedés és bukás pályaívének. Vessünk véget annak, mert valaha ő annak a rendszerváltásnak a szimbóluma volt, amelyet mindannyian akartunk, ma pedig annak a rezsimnek a jelképe, amelyet le kell váltanunk. Április 6-án le fogjuk váltani. De barátaim, azt mondják, ez az évszázad üzlete. Kinek? Magyarországnak biztos nem. Oroszországnak lehet, hogy az, és ne haragudjunk Oroszországra. Ő nekik az a dolguk, hogy a saját érdekeiket kövessék. Az rendben van, nem vagyunk orosz ellenesek. De azt várjuk a saját kormányunktól, hogy ők viszont a mi nemzeti érdekünket kövessék, mert erre esküdtek föl. Szóval, ha nem Magyarország érdeke ez, akkor Magyarországon belül kinek az érdeke, amiatt a magyar kormány ezt teszi? Nincs itt nagy meglepetés, barátaim, mindig ugyanazok kerülnek elő. A nagy szövegek mögött az olcsó kis privát üzletek. Persze nem olyan olcsó az nekünk, de a 40%-nyi magyar beszállítói arány vajon nem a közgépnél és társainál fog-e lecsapódni? De van itt még egy nagyobb baj. Itt, miközben az országot a rezsi huszárok portyáznak, mindenhol fórumot tartanak, itt a Kossuth téren a miniszterelnöki irodában már tudják, a rezsi hazugság tartalékai kifogyóban vannak. Nem lehet fönntartani ezt a dolgot. Nincs már erőforrásunk, csak akkor, ha kívülről szerzünk. Ezért ment el Moszkvába. Azért, hogy még egy évig olcsóban adhassa a gázt, hogy lehessen harmadik rezsicsökkentést bejelenteni egy héttel a választások előtt, hogy aztán majd 60 évig fizessük az árát. Hogy nem csak tit, hanem a gyerekeitek és az unokáitok is fizessék majd, nyögjék ennek az árát. A rezsi hazugságnak Paksban fizetjük ki az árát. Ez az igazi megfejtése ennek a titokzatos, 10 évre titkosított történetnek. És ez az a politika, amelyet úgy hívunk utánunk az özönvíz. A jövőt felélő, a nemzeti érdeket, a rövidtávú hatalmi érdeknek alárendelő politika. Ez a politika, amit le fogunk váltani április 6-án. Ezért akarunk majd népszavazást, de ahhoz, hogy Paksról, hogy legyen-e vagy ne legyen, majd népszavazhassunk, arról, hogy az alkotmányunkról, az új, a mindenkit magába foglaló alkotmányunkról népszavazhassunk, ahhoz először április 6-án kell megnyernünk egy népszavazást. Mert barátaim, április 6-a nem egyszerűen parlamenti választás lesz, nem politikai oldalak, nem jobb és baloldal között kell majd választani. Április 6-án jövőt választunk magunknak. Jövőt választunk, és a választék nagyon egyszerű. Választhatjuk azt, hogy a mi hazánk egy szovjet utódállam legyen, Orbánisztán. Vagy választhatjuk azt, amit 89-ben, 90-ben egyszer már választottunk, egy független, demokratikus, európai jogállamot, egy normális Magyarországot. Orbánország vagy normális Magyarország? Ez a választás. Ez a kérdés. Válasszatok. Kedves barátaim, ahogy így szétnézek, azt mondhatom, hogy ma szélesebb a tábor és több az ászló, mint korábban. És nem csak MSZP, a DK, az Együtt PM, a liberálisok, nem csak politikai pártok
hívei és támogatói vannak ma itt köztünk, de ma itt van közöttünk, képernyőn vagy lélekben, az is, aki fél az atomenergiától, és április 6-án ez ellen fog szavazni. De itt van közöttünk az is, aki nem fél az atomenergiától, csak kikéri magának, hogy így döntsenek a jövőjéről. Ő ez ellen fog szavazni április 6-án. És közöttünk van az is, aki most jött rá, hogy a rezsi csökkentéssel valójában átverték, és hogy vele akarják megfizettetni százszorosan azt, amit eddig megkapott a sárga csekken bekeretezve. Ő április 6-án az saját átverése ellen fog szavazni. És itt van most már közöttünk lélekben az is, aki 25 éve azt ünnepelte, hogy Magyarország végre Európába indult. És most azok ellen fog szavazni április 6-án, akik ismét kompországgá akarják tenni a mi hazánkat. Ők mind itt vannak velünk, ezért mondom, hogy szélesebb a tábor, és sokkal több az ászló. Orbánország vagy normális európai Magyarország, ez a kérdés, válasszatok. Ezért hát talpra magyar, híja haza! Válasszatok, barátaim, válasszatok, menjetek, és mondjátok el mindenkinek, hogy április 6-a népszavazás lesz, hogy a jövőnkről fogunk szavazni, és hogy minnyájunknak el kell menni. Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk.